31 helyen állíthat jelöltet a Bokros Lajos vezette Modern Magyarország mozgalom, köztük több olyan körzetben, ahol a baloldali győzelmet veszélyeztethetik. Mindenki ott indul, ahol akar. Ezzel válaszolt az őt támadó DK-s vezetésnek a MOMA elnöke, aki például Olá Lajossal szemben jelölteti magát a főváros 5-ös számú választókerületében. Bokros azt mondja, van olyan ajánlat, amiért visszalép, de mégis milyen ellentételezést vár a visszalépésért cserébe. Bokros Lajos a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Vár majd ellentételezést cserébe, hogyha hajlandó lesz visszalépni ön vagy bármely MOMA-s jelölt? Nem várunk semmilyen ellentételezést és semmilyen tárgyalásokban nem vagyunk, hiszen a baloldal befejezte velünk a tárgyalásokat, ők nem voltak hajlandók szövetséget kötni. Innentől kezdve mi azt tartjuk fontosnak, hogy a Modern Magyarország mozgalom megjelenítse azt a konzervatív, szabadságelvű, nemzeti ihletésű és európai elkötelezettségű álláspontot és világnézetet a parlamentben, amit mi képviselünk. Tehát minden erőnkkel azon vagyunk, hogy a saját jelöltjeinket jó helyzetbe juttassuk. Ez sértettségből csinálja? Nem, a sértettség az a másik oldalon van, mert hogyha megfigyeli azt, hogy kiárasztotta el ma a sajtót, meg tegnap is mindenféle sértő, becsületsértő megjegyzésekkel, nem mi vagyunk. Én nem kívánok ezekre reagálni, és engem ez nem érdekel. Mi semmilyen szempontból nem vagyunk sértődöttek, hanem járjuk a magunk útját, mert egy évet elvesztegettünk azzal, hogy egy olyan baloldal próbáltunk szövetséget kötni, amelyik egymással sem hajlandó vagy képes szövetséget kötni. És akkor mi lesz a kormányváltással? Mi lesz Orbán Viktor hatalmával? Ez most már nem szempont, csak az, hogy a MOMA bejusson a parlamentbe. A baloldaliak azt mondták, hogy ez nem szempont, mert ő számukra három szempont volt. Az egyik szempont az volt, hogy a két magát nagynak gondoló párt hogyan tud egymást nagyobb mértékben legyőző álláspontot kapni, a másik lehetőség az, hogy a kispártokat ugye igyekeztek kiszorítani, a harmadik pedig ők a pénzre hajtottak, mi pedig büszkén tudjuk kijelenteni, hogy a Modern Magyarország mozgalom nem az adófizetők kampánya, pénzéből kampányol, mert mi egyetlen egy fillér állami támogatást sehol sem veszünk fel. De kampánypénzt fognak kapni? Nem, egyetlen egy fillért nem fogunk felvenni, most mondom. Tehát nem veszik hát fel, hiába nem, föl se veszük. A nem, egyáltalán után nem. Abszolút nem, a jelöltek után se, nem. Így van, pontosan azt a hiteles, becsületes politikát szeretnénk folytatni, hogy nem az adófizetők pénzéből kampányolunk, hanem a sajátunkból, amit megszereztünk becsületes munkával máshol, mert mi nem a politikából élünk, hanem a közéletért teszünk, és ez nagyon fontos, mert ez egyfajta hiteles új szint visz a magyar politikába. Úgyhogy ez a mi útunk, ez a mi világnézetünk és értékrendünk. Nagyon sajnáljuk, hogy az az 500 napos program, amit mi meghirdettünk másfél évvel ezelőtt, nem talált visszhangra a baloldali pártoknál, de az ő sértődöttségük, őkkel és a sértődöttségükből származó sértéseikkel én nem szeretnék foglalkozni. Na jó, de mintha szándékosan azokat a kerületeket, vagy választókörzeteket jelölte volna, vagy nézte volna ki magának a MOMA, ahol viszont ellenzéki, tehát baloldali erős jelöltek indulnak. Ott meg semmi más nem tudnak csinálni, mint hogy tovább aprítsák az ellenzék erejét. Ez egyáltalán nem így van. Miért kell önnek például Olá Lajossal szembe vennie? Miért ne kéne? Hát ne haragudjon, az 5-ös számú választókerület, az a Budapest 6.-7. kerülete, én ott laktam 18 évig, ott jártam iskolába, ma is ott van lakásom, ott ismerek nagyon sok embert, ott vannak a barátaim, miért ne indulhatnék akármelyik választókerületben, nem indulhat. A DK fogja megmondani, hogy én hol indulhatok. Mondták meg, hát ön bejelentette, hogy ott indultak, vagy én nem jelentettem akkor kiderült, hogy hát ott akkor indult. Kiderült, kész. Hát nem mondták, hogy ne induljon ott előre, de hát azért ezt nem lehet nem észrevenni, hogy ott indul, ahol van egy erős DK jelölt. Na és? Mi ezzel a probléma? Akar kormányváltást? Akartunk egészen addig, amíg a baloldal nem csapta ránk az ajtót. Innentől kezdve egy dolgot szeretnénk, hogy a liberális, konzervatív, nemzeti és európai értékrendnek legyen képviselete a magyar parlamentben. De minden egyes kormányváltást nem. Ha már kormányváltás, nem? Tehát, kormányváltás, hogy... ők nem akarnak, tehát ők nem akarnak. És önök akarnak? Mi akartunk egészen addig. Ez már múlt idő? Igen, ez már múlt idő.
De minden egyes olyan jelöléssel, olyan jelöltállítással, akár az ön személyes elindulásával egy erős körzetben, egy erős ellenzéki jelölttel szemben, hát az a esetleges kormányváltásnak a lehetőségét tovább csökkenti. Hát igen, erről de beszélünk ezért mondom évek még egyszer, óta. Nem mi vagyunk a felelősek. De most ez mondom, ön okozza. Egy évig nem én okozom. Hát az ki okozza, a elnöke? Az okozza, aki nem volt hajlandó velünk megállapodni. De én nem szeretnék foglalkozni tovább már a DK-val, meg a többiekkel. Ne, nem most ahhoz arra, mérjük. Nem a Momáról kérdezem, nem, nem a DK-ról. De nem ahhoz mérjük mi a magunk tevékenységét a továbbiakban. Értem, mi ahhoz de mérjük, hogy a magunk részéről ereje. Sajnáljuk, nem mi vagyunk érte a felelősek. Tényleg nagyon sajnáljuk. Egy évig tárgyaltunk a szocialistákkal, 4 hónapig a DK-val. Gyurcsány Ferenc januárban végre 4 hónapi hitegetés után kinyilatkozta, hogy nekik nem érdekük velünk megállapodni. Oké, akkor innentől kezdve nem kell sértő leveleket írogatni az interneten, nem érdekel. És hogyha azt fogják mondani, hogy ön puskázta a kormányváltást, mert elvitt... Akkor ez hazugság lesz. De elvisz annyi 100%-ot. És ők meg elvisznek én tőlem 100%-ot. Hát nem a DK fogja megmondani, hogy a MOMA jelöltjei hol indulhatnak. Én még kisejtettem a DK-t a számon. Na, na de ez a mögöttes kérdés, tudja. Ez a lényeges. Az a mögöttes kérdés, hogy Bokros Lajos akar-e kormányváltást? Akartam egész addig, amíg volt hozzá partner. Miután a partnerek világosan kijelentették, hogy ők nem akarnak kormányváltást, hanem maximális pénzt akarnak, és minket kiszorítani a politikai palettáról, innentől kezdve sajnos a kormányváltás valószínűleg okafogyottá vált. Ez nem az én hibám, nem az én felelősségem, és túltettük magunkat rajta, nem vagyunk megsértődve, ők vannak megsértődve, mert elejéig írják az internetet, meg a sajtót mindenféle sértő, becsmérlő és becsmérlő megjegyzésekkel. Én meg nem válaszolok egyikre se, mert nem érdekel továbbiakban az, hogy ők milyen sértődöttségből beszélnek ellenünk. Mi képviseljük a magunk politikáját, és ezt a választók nagyon nagyra értékelik. Én magam is járom az utcákat, magam is csöngetek be házakba, ajtókon, ott vagyunk minden nap, reggeltől estig, amikor éppen nem dolgozunk, mert azt ne felejtsük el, hogy a Modern Magyarország mozgalom minden jelöltje továbbra is dolgozik, tehát én szerdán és péntekenként tanítok, és a szabadidőnkben folytatjuk azt a politikai tevékenységet, amiből mások meg jól megélnek. Lehetséges olyan forgatókönyv még az előzmények után, hogy a választás napjához közeledve jelöltek egymás javára visszalépjenek? Biztos, hogy lehet, de ehhez nem szolgál útmutatóul ez a sértő szándékú, sértődöttségi kampány, ami folyik jelen pillanatban. Hogyha ezt abba hagyják, és közeledő... És bocsánatot kérnek, majd utána tárgyalhatunk. Igen, ez nagyon fontos. Kérjenek bocsánatot. Abszolút, és akkor lehet arról beszélni, hogy április 8-a előtti napokban MOMÁS visszalépjen, vagy DK-s MOMÁS javára igen, visszalépjen. Akkor már az lesz, hogy mi akkor visszalépünk, ha ők is visszalépnek bizonyos helyeken természetesen. És akkor van visszajutunk egy... oda, ahonnan indultunk, pár évvel ezelőtt, ugye, van, hogy mi van szerettünk volna néhány. Hány jelöltjét léptetni vissza a MOMA? Egyelőre senki nem keresett meg bennünket, most a labda az azoknak a térfelén pattog, akik nem akartak velünk korábban megállapodni. 32-ből hányat áldozna be? Most én ezen nem gondolkozom, mert én reggeltől estig azon dolgozom, hogy az 500 ajánlásunk meglegyen. Tehát nem érdekel, még egyszer mondom, hogy miket írnak, nem is olvasom, nem is válaszolok rá. Eljöttem önhöz azért, mert nagy szeretettel szeretném a választóközönséget is meggyőzni arról, hogy mi felette állunk ezeknek a primitív és becstelen csatározásoknak. Köszönöm, hogy eljött és elmondta ezt. Köszönöm szépen. A híradó után várom önöket vissza Bogdán Lászlóval és Pető Péterrel.